2013. decemberében Sally Cox a garázsából egy maroknyi gyertyát hozott ki, de amikor egy pár leesett, és megpróbálta elkapni őket, hallotta, hogy valami roppant egyet. Oda kaptam a karomhoz, és már éreztem a fájdalmat. Nagyon nagy fájdalmaim voltak. Sírtam, és felhívtam a lányomat, és mondtam neki, hogy jöjjön azonnal. Orvoshoz kell vinnie, mert baleset történt. Az orvos kezelte Sally fájdalmait, és egy ortopéd orvoshoz irányította. Az ortopéd orvos azt mondta, lehet, hogy rotátorköppeny szakadásom van, és előjegyzett egy MRI vizsgálatra. Sally mindent megpróbált, hogy a fájdalommal együtt tudjon élni. Aztán egy pár nappal a tervezett találkozó előtt leült megnézni a 700-as klub adását. Elkezdtek imádkozni olyan emberekért, akiknek bizonyos betegségeik voltak. Van egy váll probléma is. Nem tudom biztosan, hogy a delta izomról vagy a forgóról van szó, de akármi is legyen az, érintse meg most a vállát. Érezni fogja, hogy tűz megy át azon az izületen, és meggyógyul a Jézus nevében. Megragadtam a vállamat, és azt mondtam, ez nekem szól. És továbbra is fogtam a vállamat. Éreztem a melegséget, és azt gondoltam, ó Jézus, tudom, hogy meg tudsz gyógyítani. És azt is mondtam, dicsérlek, Uram, és megragadom az igét. Sally már a következő napon érezte a különbséget. Elkezdtem érezni, hogy fel tudom emelni a karomat. Ezt csináltam, aztán meg így. És akkor döbbentem rá, hogy várjunk egy percet, nincsen semmi fájdalma. Úgyhogy azonnal hívtam a lányomat. Azt mondtam neki, hogy tudom használni a karomat. Jézus tette, mondtam. Jézus gyógyított meg. Két nappal később Sally találkozott az ortopéd orvosával. Az MRI vizsgálat megerősítette, hogy operációra lenne szükség. Azt mondtam, doktor úr, tényleg szükségem van operációra, ha tudom ezt csinálni? Meg ezt csinálni? Meg ezt is? Leesett az álla, és azt mondta, hogy akkor nem. Azt kérdeztem tőle, hiszön Istenben? Azt mondta, igen. Én meg azt válaszoltam, hogy ezt ő tette. Ő gyógyított meg. Sally azóta is tökéletesen tudja használni a karját. Másokat is arra bíztat, higgyék el, hogy Isten ma is gyógyít. Higgyék a szívükben, hogy az Úr meg tudja ezt tenni. Ő a nagy gyógyító.